ország, mit tudom én, 80.400 kilométer. Ne bassz. És elmész oda, bassz meg a repülővel, leülsz a kocsmába, átlész a károhidon, ennyi. Soha nem tudod mi van. Autópálya, falvédő. Na, csak turista látványosan. Benzinkút, hagyjál a hülyeségekkel. Ilyen utakon kell menni, hogy igaziból tud, miről szól az ország. De ahhoz be kell menni a összes kocsmába. Hát bementünk. Igen, ott is van egy, ott is van egy. Csak szól. Keresztnél megálltunk. Nem eléggé tapasztaltuk meg a pszichét. Megtapasztaltuk. Végre. Több kocsmába kellett volna bemenni. Adna ide, hálózat. Úgyhogy most beállítottam föl a sútra. Kurva anyád. Rága az olyan, mint Budapest. Az van, hogy szerintem olyan magasan vagyunk, hogy itt most nyílik az aranyeső, látod? Két hónappal. Hát itt arrér van. Éjszakabbra, hanem magasabban. Ezen a strádán megyünk Prágába. Komolyan nem hiszem ezt. Elhagyjuk az utolsó lakott települést. Igen, és ilyen utakon jövünk. Hány kilométer? 230? 270. 270, banyek. És mikor indultunk? Sekikén. Hát egy körül. Egy körül indultunk, most van. Fél nyolc. Tehát szerintem így... Azért, mert meg kell szálljálatban. Persze, hogy azért. Megismerjük az országot. Abszolút. Hajnali kocskát volna inni az egyik kocsmában. Ez mint gyönyörű a táj, tehát hogy így le vagyok közben. Ne. Ott egy sas. Hú. Ez is lesz. Aztán. Szerintem még egy kicsit tovább menjünk, ilyen medvék veszik. Hú, de ez nagyon nagy. Medvék veszik körül a kocsit. Mindjárt ilyen a velencei dolg. Hihetetlen, hogy... Azt a kurva, ezt az utat. Ez egy szerepli piac. Nem tudom, azért legközelebb, hogyha egy izév... Se vidéket akarod megnézni, akkor így... Nélkül. Mi lenne, hogy... Ha mondjuk nem voltál, de 8 ember. És ezek a kis feleségeddel. Ha lett volna rosszabb a buli, akkor a ja, hogy ez a büntetés. Rosszabb buli elmaradt. Ti hibátok. Persze. Vagyok elég értem. Az én hibám volt, konkrétan, mint minden. Tehát szerintem Prágába ennél kutyább úton sehogy nem lehet eljutni. Sehogy nem. Még be lehet állítani legrövidebb. Csak földút, vagy repülő. Azt a kurva. Jön a vonat? Nem. Stop. Ugye balra megyünk. Na, most átérünk egy jobb minőségű útra. Mi a száma az útnak egyébként, amin megyünk? Néptelen út. 6 év. 6 év az a száma. 7. A gyűlölet nevű faluban vagyunk. Bravo, Budit! Cukik elpold a balról. Na, alapul. Én kalasztalok a GPS-t, szeretem. Biztos vagyok benne, hogy ilyen helyekre soha nem jutottam volna a GPS-nél. Térképpen megnézzük. Kizárt dolog. Szerintem ezeket a kis utakat a térkép az nem jelzi, vagy ilyen bardával, tudod, ez a földút.